negyedik alkalommal rendeznek Kistarcsán Böllér Fesztivált. A térségben egyedülálló, egésznapos mulatságot 2015. február 7-én az Ifjúság téren tartják. Az immár nemzetközivé bővült gasztronómiai rendezvény évről évre egyre több embert vonz a városba, köszönhetően a fesztivál színvonalas programjainak. Milyen újdonságokat terveztek? Bővül a csapatok, az induló csapatok létszáma, hiszen a testvértelepüléseink, például a lengyelek, illetve aki nem testvértelepülés ugyan, de nagy lelkesedéssel készülnek, szlovének, horvátországiak és az erdélyi testvértelepülésünk, Torja is, ők eljönnek és részt vesznek a Disznóvágás Fesztiválon. Konkrétan feldolgoznak majd nekik járó félsertést, és ezen kívül pedig egy kicsit színesebb programmal készültünk, próbáltunk több korosztálynak kínálatot nyújtani a programokkal. A pályázathoz kapcsolódóan úgynevezett kötelező programunk is van, ugye nem csak a disznóvágás látnivalói adják egy ilyen pályázatnak a programját, hanem konferenciát is kell tartani, amelynek keretében a pályázati előírásoknak megfelelő témákban, hát többek között például gasztronómiai témában is lesznek majd előadások. Többször említettem már mindenféle fórumon, hogy a kistarcsai turizmus az nagy valószínűséggel a terror turizmus irányába fog fejlődni, amennyiben elkészül végre a helyi emléket állító múzeum vagy kistarcsai terrorháza, nem is tudjuk még majd, hogy hogy fogjuk elnevezni, amelyről már most is időről időre, amikor lehetőségünk adódik, akkor megpróbálunk ismereteket terjeszteni. Hát sajnálatos módon egyrészt agyon hallgatott, másrészt egy kicsikét elfelejtett dolog ez a történelemben. Így nyilvánvalóan ezek a rendhagyó történelemórák, amelyek egy űrt próbálnak betölteni a 20. századi történelem könyvekben, azt mi itt megpróbáljuk elkövetni, és kihasználjuk a lehetőséget, hogy jönnek a külföldi csoportok, és elmondjuk, hogy mi is volt az a communist camp, ha angolul fogalmazzuk. Ugye ők legegyszerűbben így értelmezik, hogy itt egy kommunista tábor volt. A zenei paletta is tovább bővül idén. Fellép többek között Postás Józsi, a mulatos zene közkedvelt előadója, a 90-es évek kultuszzenekara, a Hip Hop Boys és a Prima díjas crossover együttes, a Fortissimo is. Mi lesz a disznóvágásnak a menete? Hány órakor kezdődik a rendezvény? A menet az marad, mint ahogy már megszokhattuk itt a főtéren. Reggel 6:30 körül a csapatok összeverbúválásával, balesetvédelmi felkészítéssel kezdődően, vagy munkavédelmi felkészítéssel kezdődően, utána hozzálátunk a szigorú Európai Uniós módon megszokott malacöléshez, amely azt jelenti, hogy sokkolót kell kötelezően alkalmazni, majd azt követően mindenki a saját hagyományainak, illetve tudásának megfelelően fogja feldolgozni a sertést. Az ide látogatók megkóstolhatják ezeket a finomságokat? Nem, sajnos ez nem történhet meg, hogy a csapatok kóstolót adhassanak, mert ezt a közegészségügyi szabályok, illetve az INTS szabályok nem engedik meg. Mindent a szemnek lesz majd a jelszó, de igazként hadd mondjam az ide látogatóknak, hogy ugyanilyen finomságokat majd a árusítási jogosítvánnyal rendelkező termelők, kistarcsai őstermelők, és fognak árusítani, ezért mindenki meg tudja majd kóstolni azokat a finomságokat, amelyek ilyenkor disznóvágáskor előfordulhatnak. Illetve hát egyéb árusok is kitelepülnek majd, önálluk nyugodtan lehet fogyasztani. Friss meleg áru is lesz, hideg áru is lesz, füstölt áru is, szóval szerintem nagyon nagy választék lesz majd. A fő esemény idén is a sertések vágása, feldolgozása, majd tálalása lesz. A böllérek munkáját a zsűri árgus szemekkel fogja figyelni. A zsűri minden folyamatot fog majd értékelni menet közben, tehát a szúrástól, a perzselésen keresztül, a bontáson át, az ételek elkészítésének módjáig, illetve a higiéniai körülményeket, mindent figyelembe fognak venni, meg azt is, hogy melyik csapat aztán milyen körítéssel fogja előadni az ő tudását. Nem feltétlenül csak a
a tálaláskor, hanem akár menet közben is. Mondok egy példát, mondjuk lesz-e népviseletben valaki a csapatban, és a többi, és a többi. Kik lesznek a zsűriben? Hát nagyon népes a zsűri. Herzku Jani bácsi lesz a zsűri elnöke, mint azt már megszoktuk, az életmű díjas szakács, és mellette egy népes stáb. Körülbelül 7 lesznek, ha jól tudom. Többek között a tavalyról már megismert és nagyon megkedvelt Bede Róbert, aki most elhozza a párját, Szőke Andrást is. Tavaly sajnos, hogy beteg volt. Mennyire népszerű ez a Böllér Fesztivál Kistarcsán? Mennyien látogatják? Hát várakozásainkat felülmúló volt eddig a látogatottság és a népszerűség, ami azt jelenti, hogy tavaly egész nap folyamán becsléseink szerint kb. 2000 ember látogatta meg a fesztivált. Mi azt gondoljuk, hogy idén nagyobb csapatszám, illetve nagyobb felhajtás, bővebb program miatt akár ez meg is duplázódhat. Mi készen vagyunk a látogatók fogadására. Hát február 7-én, akár reggel 6:30-tól le ne maradjanak a fogópálinkáról, ami természetesen ilyenkor is szervírozásra fog kerülni. Egészen, ha jól tudom, este 10-ig tart a program. Mindenkit várunk nagy szeretettel.